Tizet számolt ellenfelére az UFC. Gombos Zsolt csapata a Keszthelyt fogadta tegnap délután az Olajbányás stadionban. A mérkőzést eredetileg a tavaszi szezon nyitányán rendezték volna, de akkor a rossz időjárási körülmények miatt a teljes fordulót elhalasztották. A találkozó érdemi kérdéseit gyorsan eldöntötték a kanizsai kékfehérek, hiszen már a 15. percben három gullal vezettek. A hazai lendület csak a második félidő közepén torpant meg kissé, de a hat gólos Patrik vezérletével így is 10, -10 nyert a délzalai alakulat. Golzáporos mérkőzésen vannak túl az UFC játékosai, hiszen az elmúlt három bajnakin összesen 30 gólt rúgtak és egyet sem kaptak. A következő fordulóban a lenti ellen lépnek majd pályára Gombos Zsolt tanítványai. Ingadozik a játék egyszer jobb, egyszer, egyszer kicsit gyengébb, úgyhogy volt egy olyan időszak, amikor ugye úgy nézett ki, hogy elfogyott az elképzelés illetve fantáziánk. Ez a, a talán a második fél idő 20. percében volt egy ilyen 20 perc, amikor azt mondom, hogy, hogy többet ki lehetett volna hozni. Nem sikerültek a beadások, belül középen elfogytunk, tehát túl egyenies volt a játék, tehát a, a, nem voltak mondjuk belül egy kényszerítő, belefordultunk a védőbe, belevezettük, de ezek a negatívumok. De én azt mondom, hogy tehát tényleg mindenképpen pozitívum, hogy három, utolsó három bajnokin rúgtunk 30 gólt és nem kaptunk. Ez mindenképp azt mondom, hogy, hogy ez, ez teljesen rendben van.